Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Lantos Csaba energiaügyi miniszter a hétvégén a Transit Fesztiválon két lángos között egy egyperces TikTok és YouTube videóban jelentette be azt, hogy megszűnik a napelemesek számára az éves szaldó elszámolás, és 2024. január 1-től haviszaldós rendszerben számolhatnak majd el. Na most, a Check Engine továbbra is egy autós YouTube csatorna, de egyrészt érdekelnek minket a modern technológiák, másrészt sokan pont azért vettek ilyen napelemeket, azért telepítettek napelemes erőműveket a házukra, hogy gazdaságosan és jól tudják használni az elektromos autójukat. Szóval iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már végig is járjuk, hogy mivel jár ez a változás, és hogy milyen problémákat, megoldandó dolgokat hoz magával. Elsőre tisztázni kell, hogy mi az a szaldó elszámolás. Aki napelemezik, annak nyilvánvalóan egyértelmű, de a többieknek mindenképpen tisztába kell lenni a fogalommal, hiszen ez minden kérdés alapja. Szaldó elszámolásról akkor beszélünk, hogyha mondjuk a napelem többet termel, mint amit fel tudunk használni, és a fel nem használt energia visszatáplálódik a hálózatba, ezt aztán a helyi elosztók még ott a környéken akár szét is dobhatják, tehát például azok között, a szomszédok között, akiknek nincsen napelemes erőművük. A mérőóra épp ezért kétirányú forgalmat mér, a hálózatba betáplált és azonnan kivett energiát. Szaldó elszámolásnál az egyenleggel el kell számolni, jelenleg és 2024. január 1-ig az elszámolás évente történt. Ha többet veszünk ki a hálózatból, mint amit megtermeltünk, abban az esetben mi fizetünk a szolgáltatónak. Abban az esetben, ha kevesebbet veszünk ki, a szolgáltató fizet nekünk. Na most, amíg nullás az elszámolás, vagyis egálban van a két érték, addig 38 forint per kilowattóráért veszed, és ennyiért is adod el az energiát. Ha többet fogyasztasz, akkor a rezsicsökkentett határig, vagyis 2520 kilowattóráig 38, a fölött pedig 70 forint. Ha többet termelsz, akkor viszont nem kapod vissza 38 forint per kilowattóránkénti áron a többleted ellenértékét, hanem levonják a rendszerhasználati díjat, és csak az árát fizetik ki neked, amit 6,5 forintonként számolnak kilowattóránként. Az áramot az áramszolgáltatónak fizetjük, ami egy állami cég, a rendszerhasználati díj az viszont magánkézben van. Legutóbb például egy 62 méteres jakt és egy doboz helles kávé lett belőle. Az éves szaldó azért volt jó, mert kvázi puffernek használhatod az elektromos hálózatot. Tehát nyáron, amikor sok a napsütéses óra, a napelemes rendszered lényegesen többet termelt, mint amit felhasználtál, és ezt a többletet télen, amikor kevesebbet termelt, viszont ugyanúgy árammal fűtöttél, akkor fel tudtad használni. Ami viszont változik 2024. január 1-től, az az, hogy haviszaldó lesz, vagyis nem tudod szezonális tárolóként használni az elektromos rendszert. Amit betermelsz többletet nyáron, az csak 6,5 forintért vásárolják meg tőle, tehát kilowattóránként 6,5 forintért. Ellenben, amikor télen fűtenél az árammal, akkor 38 vagy 70 forintért vásárolhatod vissza a kilowattórákat. Az, hogy az éves szaldó nem marad örökre, az tudható volt, ez egy uniós előírás, nyilvánvaló volt, hogy a helyzet változni fog. Az viszont sehol nem szerepel ebben az uniós előírásban, hogy azokat is hasba kell akasztani, akik már korábban szerződtek az éves szaldóra, és erre is optimalizálták a rendszerüket. Sokan ráadásul ezt a GINO program keretein belül hitelből tették meg. Amikor megindultak az energiaárak, a kormány elkezdte ösztönözni az embereket, hogy korszerűsítsék a fűtésrendszerüket úgy, hogy átállnak elektromos fűtésre, és tegyék ezt napelemmel. Viszont most, aki beruházott több millióval a napenergiában, az kellemetlen helyzetbe kerül. Ugye itt van az RRF 6.2.1-es pályázat, ezt 2021-ben írták ki, ami a fűtési rendszerek elektrifikációjáról szól, napelemes rendszerekkel. Ez a neve ennek a dokumentumnak. Módosult az RRF 6.2.1 lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című felhívás. Eddig biztosítva volt, hogy 10 évig szaldó elszámolás lesz éves elszámolásban annak, aki 2024. január 1-e előtt telepít napelemes rendszert. Fontos, hogy nem a telepítés dátuma, hanem a szolgáltatói szerződés megkötése számít. Azok az emberek, akik átálltak az elektromos fűtésre, azoknak most durván meghosszabbodik a megtérülési ideje, és ez még a jobbik eset, mert olyanok is lesznek, akik beletoltak több millió forintot ebbe a napelemes fűtéskorszerűsítésbe, és
Most még, mivel vásárolniuk kell majd a téli hónapokban az áramot, ezért igazából mínuszosan jönnek ki belőle. Azok kerülnek igazán nehéz helyzetbe, akik kevésbé hatékony fűtési rendszereket építettek be, például elektromos kazánt vagy infrapaneleket. Ezek ugye durván pörgetik a villanyórát a téli szezonban, amikor kevesebbet süt a nap, és emiatt nagyobb eséllyel kell majd nekik vásárolniuk az áramot. Ez az a különbözet, amit most már nem lehet majd kilibikókázni a nyáron megtermelt többlettel. Menekvést jelenthet például amúgy a villanyautó, hiszen hogyha ezt a többletet beletöltjük a villanyautónkba, és jó sokat autózunk, akkor azzal még egy kicsit tudunk fogni a költségeken. Viszont az egy érdekes kérdés, hogy aki most hirtelen kiadott 4-5-6 millió forintot erre a korszerűsítésre, mert ne feledjük, hogy nem csak napelemeket kell telepíteni, meg invertert, hanem bizony kell hőszivattyú is, vagy valamilyen más elektromos fűtési megoldás. Szóval, hogy neki mondjuk lesz-e mondjuk 8 millió forintja egy kisebb használt villanyautóra. Megkérdeztem a napelemes rendszerek telepítésével foglalkozó Tiszta Energiák lakossági üzletek vezetőjét, Robotka Tamást, hogy mit tapasztalnak az ügyfeleknél, és mire számíthatnak hosszabb távon. Úgyhogy most jöjjön ez a rövid beszélgetés. Hogy csapódott ez le nálatok a Tiszta Energiáknál? Gondolom azért nálatok olyan szakemberek dolgoznak, akik persze rajta tartják a figyelmüket azon, hogy éppen hogy alakulnak a szabályozások, főleg Magyarországon az ugye elengedhetetlen. Na, hogy mik voltak az első reakciók cégen belül? Hát igazából ezt a szaldó elszámolásnak a megváltoztatását, ezt már így rebesgették már régóta, hogy az éves szaldóból lehet, hogy lesz egy ilyen havi szaldó, de így nem akartuk elhinni, hogy ez így meg fog történni, főleg visszamenőlegesen nem. A havi elszámolás ugye az a probléma, hogy nem tudod a tárolóként használni magát a hálózatot. Az az indoklás, hogy a hálózat egész egyszerűen erre nincs kész, és hát nyilván az is volt, hogy ez egy uniós direktíva volt, hogy az éves szintű szaldó elszámolás az nem maradhat. Igen, de nem pont így volt az uniós direktíva, hanem az uniós direktíva az arról szól, hogy nem lehet támogatni az új belépőket 2024. január 1-től. Tehát nem azt mondja az unió, hogy nem lehet szaldó elszámolás, hanem csak azt, hogy nem lehet támogatni az új belépőket. Ha jól gondolom, nektek azért egy viszonylag nagy cégetek van ezen a piacon, valószínűleg sok kérdés érkezik be ezzel kapcsolatban. Milyen kérdések érkeznek a felhasználóktól? Érdekes. Elindult már a hullám? Azért nem, még nem indult el a hullám. Egyelőre olyanok jönnek csak be, akik most akarják megcsináltatni a napelemes rendszerüket, és mondjuk szerződés közeli állapotban vagyunk, és ők most nem tudják, hogy akkor ez most jó lesz, vagy nem lesz jó. Tehát ők még nem fizették ki a szeghet? Nem, ők még nem fizették ki. De igazából én arra számítottam, hogy azok fognak jönni, akinek már van napelemes rendszere, de azok közül még nem jöttek. Érthető. Mire számíthat az, aki most gondolkodik a telepítésen? Tehát neki milyen lépéseket kell megtennie, hogy esetleg a havi szaldó rendszerében is jól járjon? Érdemes egyáltalán egy átlagos háztartásnak otthoni naperőmű telepítésében gondolkodni, vagy mondjuk egy 70-75 négyzetméteres jó hőszigetelésű házzal rendelkező átlagpolgárnak ez most egyszerűen okafogyottá vált? Nem, szerintem abszolút van értelme még mindig a havi szaldóban gondolkodni azoknak, akiknek csak a normál villamoszámlát szeretnék kiváltani. Tehát itt a probléma azzal van, hogyha valaki a fűtését szerette volna, vagy szeretné kiváltani a gázkazányát valamilyen elektromos fűtéssel, és arra szeretne napelemes rendszert föltenni. Mert hogyha valaki csak a normál villanyszámlát akarja kiváltani, az igazából nagyjából 8-9 hónapban meg tudja ezt tenni. Még így is a havi szaldóval. Tehát ott nincsen probléma, ott abban 8-9 hónapban nullás lesz, a fennmaradóban akkor ugye kell neki fizetni. Jó, gondolom, hogy akkor mondjuk egy kombinált fűtési rendszer lesz az igaz út, tehát hogy mondjuk nem húzza ki a gázcsöveket a falból, Igen. nem húzza ki a hagyományos radiátorokat, hanem mondjuk abban a néhány hónapban bennmarad mondjuk a rezsicsökkentett határ alatt a gázfogyasztásával, a fennmaradó hónapokban pedig még mindig tud játszani a napenergiával. Így van. Tehát, hogyha csak sima villanyszámlát akarod kiváltani, akkor arra teljesen jó még most is a havi szaldóval. Vagy ha esetleg elektromos autót akarsz még mellette tölteni, akkor az teljesen okés. Az elektromos autó töltése a havi szaldóval igazából még mindig az egyik legjobb dolog. Amíg nem tesznek mondjuk jövedéki adót a villanyautó töltésre. Igen. Mit prognosztizálsz cégszinten? Mire számíthatnak a napelemes cégek? Milyen kihívások jönnek most? Hát ugye egy kicsit vissza kell kanyarodnunk a múltba, mert ugye a tavalyi év az elképesztően nagy felfutású volt az összes napelemes cégnek. Ugye nagyon nagy volt a kereslet,
hogy egyrésztről volt az otthonfelújítási támogatás, másrésztről a villamosenergiának az áremelkedése, és ezért rengeteg telepítés volt, az összes cég az nagyon nagyot fejlődött, és nagyon nagy emberállományt vettek föl, új dolgozókat. Viszont azzal, hogy október 31-el megszűnt ugye a csatlakozás, így az embereknek a nagy részét el kellett küldeni. Tehát már most volt egy elég komoly leépítési hullám tavaly októberben, és mivel ebben az évben nem igazán jönnek be az új érdeklődők, mert ugye mivel nem lehet csatlakozni a hálózat felé, ezért nagyon kevés a munka, ezért a legtöbb cég abból él, amit tavaly meg tudott kötni október 31-ig. Uh-huh. És egyre kevesebb a projekt, egyre kevesebb a bevétel, és így egyre inkább ellehetetlenedik az, hogy ezek a cégek ezek működjenek. Ha egy napelemes cég letelepít egy napelemrendszert valakinek a kertes házába, vagy cégére, vagy akárhova, neki onnantól kezdve azzal van karbantartási teendője, vagy onnantól kezdve az ő feladatai véget értek, és kvázi önmagában elműködik a rendszer. Igazából elműködik a rendszer, de ugye ezért a szervizszolgáltás az mindig jó, hogyha van. Persze. Hát nekünk például ugye ez a szerencsénk, hogy nekünk nagyon komoly szervizszolgáltásunk van, tehát ugye mi nem csak abból élünk, hogy a lakossági piacon értékesítünk ügyfeleknek napelemes rendszereket, hanem ugye nekünk van a szervizszolgáltatásunk, ugye mi több céget is képviselünk gyártói szinten. És például az olyanok, akik csak napelemet telepítettek a lakosságnak, utána az egy izgalmas kérdés, hogy ki fogja majd szervizelni ott ezeket az esetlegesen elromló inverteleket, hogyha elromlik. Mert elméletileg ugye 10 év garancia van rá, de azért mindig van olyan, ami nem úgy működik, vagy problémás. Ugye eddig tilalom volt a napelem telepítésben, mert a hálózat egész egyszerűen nem bírta a betáplálást, a két irányú forgalmat, viszont úgy tudni, bár részletek még egyre nincsenek, hogy szeptembertől bizonyos területeken elkezdik annak a tilalomnak a feloldását. Ezzel mire számíthatnak azok, akik szeretnek napelemet telepíteni? Nyilván telepíthetnek, de hogy összevetve ezt a lépést a haviszaldóval, ez igazából segít nekik, vagy visszamozdítja ezt a dolgot? Hát igazából úgy, hogy eddig nem lehetett a hálózatra csatlakozni, ez ugye sokkal rosszabb volt, mint hogy most lehet csatlakozni a hálózatra, és haviszaldóban vagy. Tehát ez igazából, én azt gondolom, hogy ez generálhat valamilyen forgalmat nekünk még így az év hátralévő részében. Tehát hogyha valaki eddig azért nem adta be, azért nem kezdett bele a napelemes rendszer beruházásába, mert nem lehetett a hálózatra csatlakozni, akkor azoknak érdemes most, addig, amíg még ők bele tudnak esni ebbe, hát a havi szaldóba. Érthető. És amiről még sokan beszélnek, viszont részleteket ismét csak nem tudunk, az a bruttó elszámolás. Nagy vonalakban, elméletben, ez mit jelent azok alapján, amit eddig tudni róla? A bruttó elszámolás az egy pénzügyi elszámolási forma, és ott hasonlóan a szaldó elszámoláshoz, amikor én eladtam, megvételeztem a villamosenergiát, amit ugye termeltem, itt ugye úgy lenne a bruttó elszámolásban, hogy amit én aktuálisan felhasználok, az az enyém, az oké. Amit visszaadok a hálózat felé, azt nekem el kell adnom, ezen a 6,5 forinton. És amit pedig megveszek, az pedig ugye a rezsicsökkentett árig, vagy addig a rezsicsökkentett mennyiségig megkapom. 40 forintért, a fölött meg 70 forint. Elméletileg, de ezek most a mostani árakkal a számok, tehát ezt nem lehet tudni, hogy ez hogy lesz, és igazából ez a leghangsúlyosabb. Tehát, hogy a 40 forint az 40 forint marad, a 70 forint 70 forint lesz, és a 6,5 forint az 6,5 forint marad-e. Mert igazából ez a bruttó elszámolás ez elsülhet jól is, hogyha ez a 6,5 forint, ez nem 6,5 forint lesz. Tehát valószínűleg 40 forint nem lesz, ez nagyjából borítékolható, de már mondjuk az is nagy segítség lenne, ha ez mondjuk 15 vagy 20 forint így lenne. Így van, pontosan. És egy nagyon érdekes dolog érkezett nem sokkal mielőtt nekiálltunk ennek az interjúnak, hogy a portfólió hozta le, hogy nyugtatja a napelemeseket a kormány, hogy nem végleges még ez a haviszaldó rendszer, és dolgoznak a finom hangolásán. Szerinted, mint aki ebben él, aki ezzel foglalkozik, ennek a témának szakértője, mi lenne az a fajta finom hangolás, amivel azért lehetne menteni a helyzetem? Hát az lenne, hogyha 10 évig benne maradnának az éves szaldóba, ahogy ígérte a kormány. Tehát aki arra építette ki a rendszerét, hogy éves szaldóval működik, az megmaradhat éves szaldóval. Pontosan. Tényleg itt is azt gondolom a legnagyobb problémának, mint egyéb területeken, közlekedés, energetika hasonlók, hogy tervezhetetlen. Így van, meg hogy nincs egyeztetés. Tehát amikor bejelentenek egy ilyet, hogy akkor mostantól havi szaldó van, azt igazából a szakmai szervezetekkel nem egyeztetik. Köszönöm szépen. Nincs. Ha! Jobb vagyok, mint Thanos. Nézzünk néhány példát. Egy tőle nem messze lakó ismerősöm, Péter rendszere például 10 kW-os. 2022-ben építette ki, állami támogatás használata nélkül, mert bízott abban, hogyha nem használ állami támogatást, akkor nagyobb eséllyel marad az éves szaldó elszámolás.
4,8 millió forintjába került, az ő energiafogyasztása havi 1000 kWh. Van két klímája, két villanyautója, meg a ház szokásos elektromos szerelékei. Neki pont a napokban utalt vissza a szolgáltató 150 ezer forintot, ugyanis a túltermelését 6,5 forinttal számolva ennyire jött ki. Na most egész nyilvánvaló, hogy nem ezekért a 150 ezer forintokért csinálja az ember, hanem azért, mert egész egyszerűen energiahatékonyabban tud működni, tehát nem ez a többlet pénz az igazán érdekes nekünk, hanem az, amit megspórol az elektromos eszközök működtetésén. Amúgy, hogyha megnézzük Péter grafikonján, akkor jól látszik, hogy az erősebb és gyengébb hónapok között hatalmas a difi. Mellesleg amúgy az is látszik, hogy a kánikulában kevésbé hatékonyak a napelemek, hiszen hogyha elkezdenek melegedni, akkor csökken a hatásfokuk. A napelemek számára a tavaszi és az őszi időjárás a legjobb, amikor tiszta az idő, tehát akadály nélkül süti a nap a paneleket, és nincs meleg, tehát tudnak hatékonyan működni. Na most ő eddig, ahogy ebből a 150 ezer forintból látszik, pluszban jött ki, viszont most már látja azt, hogyha marad az eddigi elektromos, tisztán elektromos fűtési modelljénél, akkor fizetnie kell majd. Ugyanakkor ő nem követte el azt a hibát, hogy a korszerűsítés során kikötötte a gázt, nem kötötte ki, sőt, még fatüzelésű kandalója is van, ezért ezeket fogja a téli időszakban kombinálni, hogy ugyanúgy nullás maradjon, mint eddig. Más kérdés, hogy emiatt a változtatás miatt fosszilis energiahordozók fognak sokaknál elégni, ami hát nem nagyon jó. Pétert mellesleg az bosszantja, hogy 10 évre szóltak a szerződések, és most ezt az egyik napról a másikra megváltoztatják. Már nem úgy, tehát tudható volt, hogy 2024. január 1-től nem lehet többet éves szaldó elszámolás, viszont azt senki nem mondta, hogy visszamenőleg is meg fogják ezt változtatni azoknál az embereknél, akik már korábban telepítettek és szerződtek. Aztán a 24.hu is összeír néhány élethelyzetet, ezek nagyon érdekesek. Az átlagfogyasztó napelemes, aki éves szinten ugyanannyit termel, mint amennyit fogyaszt, mint egy évi 16 ezer forint fizetendővel számolhat a havi szaldó miatt rezsicsökkentett áron. Na most ez azért érdekes, mert ugye itt nem a 16 ezer forint, ami fáj, hanem az, hogy tulajdonképpen az ember nem spórol semmit az energián. A következő ábra. Az átlagfogyasztó napelemes, ha éves szinten ugyanannyit termel, mint amennyit fogyaszt, mint egy évi 20 ezer forint fizetendővel számolhat a havi szaldóval versenypiaci áron. Következő példa. Évi 5948 kWh-t termelő napelemes, 252 kWh túltermeléssel, mint egy évi 30 ezer forint fizetendővel számolhat a havi szaldónál rezsicsökkentett áron. És az utolsó példa, az évi 10 ezer kWh-t termelő hőszivattyús napelemes, télen fűt, nyáron hűt vele, túltermelés nélkül mintegy évi 105 ezer forint fizetendővel számolhat a havi szaldónál, ha versenypiaci áron lesz az elszámolás. Tehát nemhogy nem spórol, de igazából még egy százasában is benne van, ami azért probléma, mert hogy ugye itt említi, hogy hőszivattyút alkalmaz, valamint napelemes erőművet telepített, tehát ez egy elég súlyos beruházás volt. Tehát még egyszer, nem azzal van a baj, hogy az emberek nem tudnak majd plusz pénzt kivenni az otthoni naperőművükből, hanem az, hogy az éves szaldóra optimalizálták a rendszereiket, és úgy számoltak, hogy ez majd 10 évig így is marad. Viszont most a havi szaldóval még az is előfordulhat, hogy hiába tolt bele a korszerűsítésbe egy rahedli pénzt, jobb esetben csak a megtérülése tolódik ki, rosszabb esetben még akár fizethet is pluszba. Arról nem beszélve, hogy rendkívül bosszantó lehet az, hogy valaki leszerződött 10 évre adott feltételek mellett, és most hirtelen egyik napról a másikra arra ébredt, hogy nem úgy lesz. Némi reménysugarat jelent amúgy, hogy nemrég kiadott egy közleményt a minisztérium, hogy még finom hangolják a feltételeket, tehát simán előfordulhat, hogy majd nem 6,5 forintért, hanem ennél valamivel kedvezőbb áron veszi át tőlünk az állam az áramot. Addig is viszont a jelenlegi ismeretek fényében csak azt lehet mondani, hogy nagy segítség ez a magyar családoknak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan jövünk egy új videóval.